Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök az Igaz Gyöngy műsort látják. Gere Lilla vagyok, a következő egy óra házigazdája. A Biblia egyik központi üzenete a szív. Példabeszédek könyvében úgy ír róla, hogy őrizd a szívedet. A Máté evangéliumában, a boldog mondásokban pedig azt írja, hogy boldogok a tiszta szívűek. Az első János levelében, a 3. rész 20. versében pedig arról ír, hogy még hogyha vádol is a szívünk, Isten nagyobb a mi szívünknél, és ő akkor is közel jön hozzánk, megvigasztal, és szeret bennünket. Ezekről az igékről szeretnénk beszélni a ma esti beszélgető társaimmal, és most szeretettel köszöntöm itt a stúdióba. Köszönöm, hogy eljöttetek. Enikő, köszöntelek téged, és Kata téged is. Kata, te már voltál nálunk egyszer, viszont Enikő először van, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy Kata, elhoztad a barátnődet. És ahogy ezt szoktuk, természetesen először egy bemutatkozást kérnék tőled először, Kata, és utána Enikőtől. Én is köszöntöm a nézőket. Én szerkesztő riporterként dolgozom a köztelevíziónál, és mellette egyébként nagyon sok projektben benne vagyok. Volt olyan projekt, amit együtt csináltunk a Zenikővel. Vannak szívügyeim, amiket sikerült már a megvalósítás útjára vinni. Csináltunk egy fesztivált, a Crosshand Fesztivált, még 2-3 évvel ezelőtt, együtt a Zenikővel, 3 évvel ezelőtt. És a civil munkám mellett van egyébként egy mentor programom is, a Connect Mentor program, amiben egyébként az Enikő is mentorunk, ami középiskolás diákokat segít pályaorientációban. Nagy családban élek, 3 testvérem van, két nagyobb és egy kisebb, és egyébként egy nagyon, nagyon jó neveltetést kaptam szüleimtől is, nem vallásos neveltetést, viszont nagyon jó alapokat kaptam, és aztán 20 éves korom elején volt ez, amikor én elkezdtem a hittel komolyabban foglalkozni, és azóta mondom azt, hogy Istennel élem a hétköznapjaimat. Köszönöm szépen, Enikő. Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Amit rólam tudni érdemes, hogy rendezvényszervezőként dolgozom, most már szabadúszó, ilyen kreatív, életművész, ilyen státuszokat töltök be. Van egy ügynökség, akiknek dolgozom, mint céges végrehajtó, illetve vannak nekem is saját projektjeim. Emellett tánctanár vagyok, nem mondom, hogy táncos, mert nem állok színpadon, de tánctanárként ügyködök. Illetve nekem is van még egy-két ilyen missziós terület, vagy szolgálat, amiben megtalálható vagyok, ugye például a Connect, illetve foglalkozom roma gyerekekkel, mi gondozottakkal, hogyha tehetem, prostitúció területén is igyekszem megfordulni, mint misszionárius, vagy hogy mondjam. Én felnőttként értem meg, én is, mint a Kata. Nem keresztény családban nőttem fel, én sem. És hát nagyjából ennyit mondanék így első körben. Két tesóm van, hogyha már így említetted a családot. Két öcsém. A szüleim elváltak, mikor kicsik voltunk, úgyhogy csak nekem két családom is van igazából. Csak gazdagabb vagy. Én gazdagabb vagyok, igen. Arról beszélgetünk ma, hogy
a szív az nagyon fontos terület, nem csak fizikailag, de a lelkünkben is nagyon fontos, és megállapodtunk abban, hogy nem a teológia felé fogunk elmenni, mert nem vagyunk teológusok. Igazából ez a műsor, ez egy felekezetközi keresztény női műsor, ami igazából arról szól, hogy a szívünkből beszélünk, és hogyha van egy téma, akkor természetesen próbáljuk a Biblia alapján megközelíteni a dolgokat, mivel hogy keresztények vagyunk, de nem a teológus gondolkozásmódból, úgyhogy előre is kérjük a kedves nézőket, vagy akik hallgatják, hogy ne ilyen szempontból nézzék ezt a műsort. Szóval az alapigénk a példabeszédekből van, ahogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Mit jelent ez az ige így első hallásra, a számotokra? Aztán majd megyünk tovább. Kata, hogy ki kezdi? Hát első hallásra számomra nagyon nehéz ez az ige, mert nagyon szép, de hogy ez pontosan mit jelent, és a gyakorlatban mit jelent, az nekem évről évre változik. Nekem ez, azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt kaptam egy barátnőmtől egy ilyen kulcstartót, azóta is haza, most ma reggel pont megnéztem, azóta is ott van a kulcsaim között, és akkor mint egy szép igére néztem, de mostanra már például teljesen mást jelent, és ez azért is jelent más, mert nagyon sok olyan dolog van, amiben ezt az igét láttam beigazolódni utólag, hogy na, ebben a helyzetben jobban óvhattam volna a szívemet. Viszont visszatekintve, tehát nagyon sok szituációt tudok mondani, amire ez az ige igaz, és azt mondom, hogyha valamit másképp csináltam volna, akkor talán ezt az igét kellett volna, vagy erre az igére alapozva kellett volna egy kicsit bölcsebbnek lenni abban, hogy mi az, amit magamhoz közel engedek. És ez alatt most azt értem, hogy én például nagyon könnyen felveszem másnak a dolgait magamra, vagy pedig bele tudom magamat élni olyan emberi kapcsolatokba, ahol nagyon közel engedem a másikat magamhoz, vagy akár én magamat a másikhoz, és annyira megnyílok, és annyira kinyílik a szívem, meg belém látnak az emberek, vagy én belelátok emberekbe, hogy az nagyon nagy teherként hordozom el. És ebben a bölcsességet megtalálni, hogy mi az a dolog, amiben meg kell nyílnom, és mi az a dolog, amiben viszont nem kell beengednem mást, vagy amiben nem szabad nekem másnak az életébe belemenni, azt nagyon nehéz, és én azokat egyelőre még csak általában utólag látom, hogy ez egy olyan kicsit fölösleges teher volt, amit lehet, hogy nem kellett volna már magamra venni. Viszont ennek van egy másik vetülete, ami nehéz szerintem, hogy ahhoz, hogy szeretni tudjon az ember, meg ahhoz, hogy szeressék, ahhoz viszont sebezhetőnek kell lenni, és meg kell nyílni, és el kell mondani dolgokat. Úgyhogy nekem erről az igéről ez az, ami így eszembe jut meg, ami feljön, és inkább ez az visszatekintős, szemlélődős dolgokban segít még, mint hogy előre elég bölcs legyek ez alapján, az ige alapján. Köszönöm. Enikő. Igen. Igen, eléggé hasonlítunk a Katával, amúgy nem vagyunk barátnők. Nekem is abszolút a dilemma az, amit felhoz először ez az ige bennem, hogy félelmet generál, amellett, hogy nagyon szép és nagyon igaz, de hogy egy zárt doboz, mint hogyha ezek a kagylók itt mögöttünk így becsukodnának, hiszen benne van az igaz gyöngy, és azt mondja, hogy de hát ez egy hihetetlen érték, és óvd, és őrizd, és akkor csukjuk be, és rejtsük el, miközben az élet, és főleg Istenben az élet, az pont arról szól, hogy nekünk van lehetőségünk bátornak lenni, és győzöttnek lenni, kapcsolódni, és élni, és megragadni mindent. És szerintem nagyon könnyű félreérteni ezt az igét, és nagyon könnyű egy olyan szép köntösbe beleburkod, de zárkózott életet élni emiatt az ige miatt, amin azt gondolom, hogy hihetetlen veszteség, és hogy az Isten nagyon sírhat a fölött, hogyha félreértjük ezt az igét, mert pont, hogy nem bontakozik ki az a fajta igaz élet, amire az ige vége felhívja a figyelmet. Igen. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy megnéztük az igének az előzményét, és hogy utána is, hogy miről ír, és hogy nagyon szép környezetében nézni, mert igazából felhívja a figyelmet arra, hogy a
mint hogyha azt mondaná, hogy ha jól vigyázol a szívedre, akkor lehetőséged van mások számára is, és a magad életére is áldást hozni. Hiszen tudni fogod, hogy melyik az a pálya, amit neked kell, amit nekünk személyesen kell megfutnunk, amit a Kata is mondott, hogy ne menjünk bele olyan dolgokba, ami nem a mi feladatunk, hanem bízzunk, hogy az Isten mindent ellát, és hogy mindenben ott van, mint mindenható, és hogy megtehetjük azt, hogy úgymond, mint egy zárt szívként csak a saját szívünket útját futjuk meg. Illetve azt arra is rámutat, hogy amikor a szívünk az jó helyen van, és óvjuk, és őrizzük, akkor aki erre rátalál, annak ez hihetetlen áldás az életében. És ez még jobban felszabadít igazából bennünket arra, szerintem mind a kettőnek ez egy nagyon jó motiváció, hogy óvjuk a szívünket, mert ez abszolút nem a zártságra mutat, hanem arra, hogy olyan kapcsolódást ad, amiért igazán megéri úgymond bezárni, vagy óvni és védeni, mert egy igaz kincset találhat az, aki ezt erre rálát. Olyan lányok vagytok, akik így kívülről is nézve abszolút nyitott, szabad életet éltek. Tévénél dolgozol, táncot tanítasz, rendezvényszervező vagy. Ez mind azt mutatja, hogy egy igazán szabad lelkű lányok vagytok. Hogy lehet ezt akkor a hétköznapokban megélni, hogyha erre tudtok akár konkrét példát is mondani az életetekből, hogy megőrzöm a szívem, ugye most erről beszélünk, de ugyanakkor nyitott is vagyok. Van-e ilyen esetleg? Ki kezdi? Hát most nekem, ami először eszembe jutott, az, hogy tehát ez a jó, óvd a szívedet, de a cselekvés, tehát az óvás részt, az hogyan? Hogyan óvom én meg a szívemet? És nekem az elsődleges az ige. Az, hogy ha valaki az igét olvassa, hogyha valaki napról napra újabb és újabb dolgokat akar megtudni Istenről, vagy azokat, amiket már megtanult, azokat folyamatosan forgatja magában, imádságban él, meg emberekkel beszélget, meg forgatja azt, hogy miken gondolkozik, akkor lát egy jó perspektívát, és a bejövő impulzusokat, illetve az embereket is jó helyén kezeli. Hogyha az igét az félrerakjuk, és Istent is félrerakjuk, és azt mondjuk, hogy csak úgy élünk bele a jó, mert hogy azért már a keresztény embereknek, akik már x éve keresztényként élnek, azért van egy olyan alapjuk, hogy tudják, hogy morálisan mi a jó és mi a rossz, és el tudunk érdegélni ezzel az értékrendel, tudjuk azt, hogy Isten szerint ebben a szituációban mi lehet a jó. Mégis azt mondani, hogy én attól még napról napra függök az Istentől, napról napra oda megyek reggel Isten elé, vagy akármikor, vagy napközben, vagy bármi, és azt mondom, hogy bár én tudom, hogy itt mi lehet a jó, mégis ezt lerakom, és átgondolom, hogy ebben a szituációban Istennel milyen ez az egész, meg újra és újabbat és újabbat akarok tanulni. Tehát, hogy ez a függés, ez szerintem nagyon, nagyon fontos, és ez a függés, ez kihat a kapcsolatainkra. És szerintem ez az alapja annak, hogy jól meg tudjuk válogatni azt, hogy kifelé hogyan nyitunk, mivel nyitunk, mi az, amiben szeretnénk kapcsolódni a másikhoz. Úgyhogy nekem ez, uh-huh. ez az irány lehet. Enikő? Igen. Nekem is az Istennel való közösség az, ami leginkább lefedi ennek a hétköznapi megvalósulását, hogy azt hiszem, hogy akkor vagyok a legnagyobb biztonságban, és a szívem is akkor van a leginkább őrizve, hogyha tudom azt, hogy kapcsolódok így, ilyen vagy olyan módon az Istenhez. És most eszembe jutott az, hogy most olvasom a Gary Chapmannek azt a könyvét, ami az Istenre hangolva. Az összeretett nyelvet az Isten kapcsolatunkban vizsgálja. És elképesztően egyszerű, de nagyon sokat adott az, hogy rámutatott, hogy mint táncos, nekem a fizikai érintés, a kapcsolódás az elképesztően fontos. És ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon nagy kérdés, hogy az Istennel ezt hogyan lehet megélni. És rájöttem, hogy az, hogyha a dicsőítésben, vagy az imában nekem nincsen olyan mélységű tapasztalatom, vagy közösségem például egy hét alatt,
amiben ténylegesen érzem az Isten jelenlétét, tehát ez most bármilyen karizmatikusan is hangzik, de igenis én érzem az Isten jelenlétét, hogyha egy olyan terepen vagyok, vagy meg tudom azt teremteni, oda szánom az időt és az energiát, hogy érdekes, hogy akkor kiesem, akkor elkezdem nem érezni az ő jelenlétét, és mint egy párkapcsolatban elkezdem azt érezni, hogy nem szeretnek. Mert nem, hogy nem, egyszerűen, mint hogyha azt mondanám az Istennek, hogy nem látlak, nem tudom, hogy hol vagy. És azért, mert nem figyelek arra, hogy amúgy én milyen területen érzem leginkább az ő jelenlétét, és ez most nekem nagyon ide vág, hogy tényleg akkor érzem azt, hogy a szívem óva van, és az életem óva van, hogyha töltök vele időt. És azt, hogy ez hogyan, azt meg mindenkinek azt hiszem, hogy tényleg saját felelősségünk, felnőtt felelősségünk, hogy felfedezzük, hogy mik azok a pontok. A Kattának lehet, hogy neki nagyon jól megy a reggeli felkelés, én nagyon büszke vagyok rá, ez a sportolás, de hát igen. Neki ez tök jól megy a reggel felkelés. Én megőrülök, hogyha reggel arra kell gondoljak, hogy fél órával korábban felkeljek, hogy Bibliát olvassak. De van erre törvény, hogy így kell csinálni? Nem, ja, de nagyon szép. Igen. Tetszik, és jó lenne. Jó lenne gyakorolni, és elő is veszem, és ki is nyitom, de már csak a fogmosás közben. Tehát nekem az az idő, ami de nem tudok ezért felkelni korábban. De szerintem annyira örül ennek is az Isten, a fogmosás közben csináljuk. De hát aki szinkronúszó, az tényleg megszokta azt, hogy korán kell, és nem gond neki. Uh-huh. Jó, egy picit még arra rákérdeznék, hogy ez a rendezvényszervezés is, és a tánc tanítás is azért, ha keresztény fejjel gondolkozunk, akkor azt szokták erre mondani, hogy hát ez olyan világi, hogy ez így belefér neked. Kaptál már ilyen kérdést, vagy hogy rendezted el ezt magadba, és hogy tudod tényleg úgy megvalósítani ezeket, hogy mert azért a test, úgymond hogy a keresztény gondolkozásban, különösen a táncban ott van a test. Hogy lehet ezt egy szellemi emberként jól kezelni? Fú, hát igazából ez egy olyan csap, amit, hogyha megnyitunk, akkor azt hiszem órákig tudok erről beszélni. Akkor nem van időnk most. De nagyon érdekes, hogy én nem sok éve vagyok keresztény, most leszek majd 5 éves idén. Gratulálok. Igen, most már lassan iskolába megyek. És ahhoz képest, hogy csak 5 éve, vagy nem is mondom, hogy 5, inkább azt mondom, hogy 4 éves vagyok, nagyon sok minden vagyok túl, és nagyon sok mindenben voltunk benne. És például a Crosscent Festival, amit már említettünk, rengeteg kérdést felvetett, és rengeteg szempontból személyesen is, és közösen is, mint misszió, át kellett mennünk olyan necces kérdéseken is, mint például a tánc. Vagy például a hirdetési stílusunk, mit engedhetünk, meg mit vehetünk át a világból, és mit nem. Tehát rengeteg ilyen apróság volt, és ez nagyon sokat segített abban, hogy nagyon erősen vállaljam fel például a saját dilemmáimat, és a saját vágyaimat, és a saját meggyőződéseimet, vagy egyetlen, hogy találjam meg. Először a táncra reflektálnék, talán az a nagyobb falat. A tánc nagyon érdekes, soha senki nem támadott emiatt keresztény, sem keresztény vezetők, sem keresztény testvérek, senki, hogy lehet, hogy én táncolok, és ez a dolog hogy fér össze, és ez nekem nagyon jól esik, hogy soha senki nem támadott, meg lehet, hogy a háttérben vannak, de nem tudok róla. Nekem nagyon nagy formálódáson ment át a tánc. Én még a megtérésem előtt elkezdtem azt érezni, hogy nem vigyázok a szívemre. És szerelmi kapcsolódásom is volt táncpartnerhez, tehát volt egy párkapcsolatom, ami véget ért, nem volt egy túl felnőtt kapcsolat, és nagyon megsérültem benne, ami azt gondolom normális, hogyha az ember szerelmes, és annak véget ér, az fájdalmas. Viszont nekünk még a tánc is egy közös kapcsolódás volt, ami nagyon intenzív, nagyon gyorsan elvitte a kapcsolatunkat olyan helyekre, ami azt gondolom, hogy csak az utcán találkozunk, és két irodában dolgozó ember vagyunk, nem történik ennyire gyorsan. Én intuitív kapcsolódásra, nem feltétlenül a szexualitásra gondolok, hanem intuitív kapcsolódásra. És én akkor elkezdtem már azt érezni, hogy ezen el kell gondolkodnom. A szakdolgozatomat
táncterápiából, meg humanisztikus pszichológiához kapcsolódó táncos megfigyelésekből írtam, és ott a párokat nagyon sokszor figyeltem, hogy hogyan alakítja a párkapcsolatokat például a tánc, és hogyan alakít ki párkapcsolatokat a tánc. És míg a párkapcsolatokban nagyon hasznosnak láttam, addig a kapcsolatok kialakításában nem feltétlenül. És akkor ez úgy megijesztett, meg azt éreztem, hogy mintha ez olyan csalfa lenne, és nem biztos, hogy én ebben nekem nagyon-nagyon egyszerűen bele kellene engedni magam. És elkezdtem igazából visszavenni a páros táncból az életemben. Aztán megtértem, és ott rengeteg, tényleg is tudom, hogy feltúrta az életemet, hála az égnek, és nagyon sok mindent leraktam. Van olyan dolog, amit még mindig nem vettem föl, de például a tánc volt az egyik első, amit azt mondta, hogy jó, akkor ezt most nem veszem el tőled, de rakjuk be egy fiókba. Uh-huh. És egy picit legyél velem, és amikor majd azt érzed, hogy nem vagy összezavarodva, és azt érzed, hogy erősebb vagy, hogy tudod velem csinálni a táncot, akkor hidd el, hogy én visszaadom, mert mindent megadok, ami a szíved vágya. És ez nem volt akkor ennyire tudatos, visszafelé már jobban látom, akkor nagyon sokszor fájt, és rengeteg átsírt éjszakám volt, elmulasztott táncos bulik, vagy fellépések, vagy táncórák miatt. De utólag visszanézve, hihetetlen folyamaton vitt át Isten, mert egyrészt rámutatott, hogy a szóló tánc az például egy olyan terület, amiben egyrészt sokkal könnyebben is tudok vele járni, sokkal nagyobb biztonságban tudom magamat is tartani, és a körülöttem levő embereket is. Tehát felvállalhatom azt, hogy én tudom őket olyan helyre vezetni, ami szép és igaz és tiszta, és nem kell egyről belefolynom abban, hogy hogyan kell fiúkhoz kapcsolni, vagy hogyan nem kell fiúkhoz kapcsolni. A páros tánc témáját azt még mindig nem vettem vissza teljesen. Azt gondolom, hogy ennek is meg lesz majd az ideje. Küzdök, kérdezek, és nagyon mély téma. Uh-huh. Nagyon mély téma. Figyelek egyelőre, és próbálok bölcsen gondolkodni erről, meg a közösség, az pedig nagyon jó, hogy sokat tudunk ezekről beszélgetni, meg dilemmázni. Nagyon-nagyon köszönöm, mert ez annyira őszinte, és azért elég jól bemutattad ezt, hogy mi zajlik benned. Köszönöm. Nagyon remélem, hogy mindenkinek segít igazából. Nem akarjuk megmondani itt a Frankot, hogy kell, ezt megbeszéltük így szintén a műsor elején, hogy tényleg... Ez egy nagyon személyes út. Igen. És én azt gondolom, hogy azért tudok a leginkább hálás lenni az Istennek, mert erre rámutatott, hogy ez egy nagyon személyes út, és akár amikor a fesztiválnál döntenünk kellett, hogy legyen-e szalsza óra, vagy ne legyen szalsza óra, legyen-e kortárs tánc, csúszkálhatunk-e a földön, érhetünk-e egymáshoz, elképesztő dilemmák voltak, és az egyetlen egy dolog, amire ki tudtunk lyukadni, és egyet tudtunk érteni, az, hogy személyes felelősségvállalásra bátorítjuk az embereket. Uh-huh. Hogy tegyék fel a kérdéseket, állapítsák meg a saját határaikat, beszélgessenek az Istennel róla, imádkozzanak. Szerveztünk köraszt, vagy ilyen körben ülős beszélgetést kifejezetten a táncról. Elképesztően izgalmas volt, hogy a keresztény fiatalok a rengeteg félelmüket és a rengeteg frusztrációt odahozták. És azt gondolom, hogy nagyon... mély és nagyon felszabadító másfélulás együttlét volt. Voltak profi táncosok, keresztény profi táncosok, és abszolút laikus fiatalok. Nagyon fontos, hogy ezek a dolgok így formálódjanak, vagy ezen az úton formálódjanak. Szerintem a legtöbb ilyen. Köszönöm. Területen. Szeretnél ehhez a témához? Nem, jó. Szerintem... Teljesen kimerített. Hát annyi tényleg az én oldalamról, aki nem volt benne a táncba kifejezetten ennyire, benne voltam a vízibaletben, de ez kicsit más, hogy ez, amit mondtál te is, hogy gondolkozni kell és beszélgetni róla, és felhozni és ütköztetni témákat, gondolatokat, tabu témákról beszélni, hogy ez miért tabu, hogy akkor jó, de mi bajunk van a tánccal, és hogy miért baj az, hogy én megfogom, vagy egy fiú úgy fog engem, és úgy simulok hozzá, és úgy táncolunk, és hogy ez akkor erre miért mondjuk, miért ítéljük el, mások miért húzzák meg nagyon élesen a határokat, mi miért érezzük azt, hogy ez nem lenne baj,
És hogyha ezekről beszélgetünk, akkor nagyon-nagyon mélyre mehetünk, és nagyon-nagyon jókat tud Isten belehozni. Míg hogyha otthon a kis könyveimet bújva olvasgatok arról, hogy mik a nézőpontok ezzel kapcsolatban, valószínűleg nem jönnek fel olyan dolgok. Úgyhogy én is nagyon ennek a beszélgessünk róla, és ütköztessünk, és vitázzunk róla iránynak vagyok a híve. Illetve a test kérdése, amit még felhoztál, hogy nekem ez egy nagyon nagy szív fájdalmam, hogy a testünkkel nagyon ritkán foglalkozunk keresztényként. Akár a gyógyulás az előjön, mert ez egy ilyen nagy dilemma, hogy most meggyógyulunk, vagy nem gyógyulunk, ki gyógyul, meg ki nem gyógyul, meg nem is akarok ebbe belemenni, de hogy... Köszi. De hogy az biztos, hogy a test az, én nem tudom hányszor szerepel a Bibliában, de milliószor. Uh-huh. És az egy nagyon nagy nehézség, hogy a test, mint testiesség is, ami a világ a bűneinkhez való kapcsolódás is jelen van, és ugyanazt a szót használja az ige. Akkor is, amikor erre céloz, vagy kimondja, és akkor is, amikor viszont tényleg a fizikai testünkhöz az, ez egy ajándék az Istentől, tehát a fizikai ajándékunk megtestesülünk. A igen. Testünkben igen. Testesülünk meg, egy kicsit furán hangzik, de igen. És hogy szerintem ez hihetetlen szent dolog. Tehát az, valaki nézte már fél órán keresztül a kezét, de hogy el lehet rajta sírni. Én nem tudom sírni 5 perc után. Mert hogy konkrétan látok benne egy egész világot, mert az erezetek, a formája, a tökéletessége, hogyha valaki egy picit biológiát tanul, hát elképesztő csoda az, amit mi vagyunk. És mindig igyekszünk arra, hogy olyan neveljünk, mint az Isten, meg amilyen az eredeti állapot, ahogyan megteremtett bennünket, és elfelejtjük azt, hogy Ádám és Éva test, hús, vér, ember, és példálozunk velük, hogy olyan szeretnék lenni, mint Ádám és Éva az életkedve a bűnbeesés előtt. És elfelejtjük, hogy ők hús, vér, erős emberek voltak. Igen, de az is nagyon nehéz, hogyha megnézzük az evangéliumokat, és megnézzük mondjuk Jézus életét, hogy amiket olvasunk Jézusról, amiket olvasunk az evangéliumban, nem találunk semmit nagyon az ő testére, vagy bármilyen ilyen külsőségre. Ha ajándékokat említettél, az ajándékok is belső ajándékok, lelki ajándékok. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon-nagyon igen. Sok lelki és belső dologról olvasunk folyamatosan. Még mondjuk Jézus kinézetére az Ószövetségben van egy utalás, hogy valószínűleg nem volt egy nagyon megnyerő férfi. De hogy így ennyit tudunk. És az, hogy ő neki milyen volt a kinézete, ő hogyan viselkedett, hogyan járhatott, hogyan milyen problémái lehettek akár a testével, ezek nincsenek. És akkor ebből azt következtetjük, hogy oda jutunk el, hogy ezek valószínűleg nem is olyan fontosak, de közben meg jön a világ, ahol meg mindenhonnan azt kapod, hogy a kinézet, a külső, az, hogyan éled magad, az egészség, stb. Az mennyire fontos, és akkor azt természetesen behozzuk mi is. Tehát, hogy azért nehéz megtalálni ezt az egyensúlyot. Hogy... Igen, érdekes, hogy az Ószövetségben sokkal-sokkal több van arról, hogy néz ki az asszony, hogy milyen, tehát akár az énekek énekel, tehát hogy rengeteg olyan hasonlítás van, ami egy nőnek a szépségéről szól, az öltözködési stílusáról, az ékszerekről, amit hord, és de Jézusnál is egyetlen dologra, nem két dologra tudok rámutatni, az egyik az a gyógyítás, tehát az, ahogyan erre a világra, erre a földre mondta azt, hogy én akarom, hogy élj, akarom, hogy a testedben elélj még 20, 30, 50, 100 évig. Nem tudom, meddig éltek akkor az emberek, ki tudja. Sokáig. Igen, és hogy én azt akarom, hogy ebben a testben te egészségesen tudj létezni, és ezért meggyógyítalak. Tehát, hogy ez egy hihetetlen mély dolog, hogy a testnek a fontossága és a tisztelete. A másik, meg én imádom nézni azt, ahogyan nagyon pici dolgok vannak, de hogy Jézus mozgott. Ahogyan felment a hegyre, ahogy tudta, hogy működik az akusztika. Tehát, hogy voltunk Izraelben együtt, és néztük, hogy a francba tudott így több ezer emberhez beszélni, több tízezer emberhez beszélni. Hát itt a legbrutálisabb hangon kiabálunk, akkor sem működik ez a dolog.
És hogy ő azt mondta, hogy csónakba szállok, kimegyek arra a tengerre vagy tóra, és akkor onnan fog beszélni, és igen, Isten volt, igen, nem tudjuk, hogy milyen dolgok zajlottak még le így a szellemi valóságban ott, de hogy akkor is ezek olyan fizikai dolgok, amiket ő használt, és szeretett, és tisztelt, és értette. Uh-huh. Jézusról most egy picit beszéltél. Hadd kérdezem azt meg, hogy milyen volt Jézus szíve? Egy picit erről tudnánk beszélni, hogy mit tudtok róla? Milyen az ő szíve? Az emberek felé. Nekem az első dolog, ami eszembe jutott, az volt, hogy megszomorodott, hogy megszomorodik a szíve, és hogy például sírt. Nekem például, amikor Lázár halálhírét vette, uh-huh. hogy az egy véring megható jelenet ott, hogy ő sírt, és könnyezett, és ő, mint Isten azt mondta, hogy ezt nem tudja, ezt nem tudja feldolgozni, ezt nem akarja, mert nem megy bele, nem értek egyet. És hogy olyan mélységi ember számomra, hogy azon nagyon-nagyon tudok azon, és nagyon köszönöm neki, hogy ez megmutatta, hogy ez lehet írva. Uh-huh. Tehát akkor sírt, szomorú volt. Milyen Jézus szíve? Hát nekem a tiszta ugrott be, uh-huh. És a türelmessége, ahogy nekem a Péterrel való ilyen interakciói ugrottak be, hogy mekkora türelem kellett ahhoz, és mekkora tiszta szív kellett ahhoz, hogy annak ellenére, hogy ő tudta, hogy mi folyik le, vagy mi megy végbe az emberekben, és például Péternek a változási folyamatában is, ő megállt és várta, hogy ő reagáljon úgy, és benne a változások végbe menjenek. Mint én tipikus, én tanító vagy. Figyeli ezt, hogy hogyan lehet átadni, meg hagyni a mellettünk levőt nőni. Igen. Akkor egy kicsit, ha ezen a vonalon el tudnánk menni, hogy mi az, hogy tiszta szív. A Biblia beszél róla, hogy boldogok a tiszta szívűek, ahogy ezt a Máté evangéliumában, boldog mondásokban ismeritek ezt a részt. A Jézus különben azt mondta, hogy ahogy ő volt ebben a világban, mi is ugyanúgy vagyunk. Uh-huh. Akkor mi is megkaptuk ezt a tiszta szívet. Hogyan tudunk ebben a tiszta szívvel élni? Értitek a kérdést? Nehéz kérdés. Úgy látszik, ma ilyen nehéz. Motivációk. Nekem ez volt az első, hogy a tiszta szívnek jók a motivációi. Uh-huh. És én arra törekszem, meg én próbálok próbálom az életemnek az egyes területeit időről időre megvizsgálni, és megnézni azt, hogy ezeken a területeken mik azok, amik engem mozgatnak, mik a motivációim, vagy egyes kapcsolatokban, milyen a szívem az emberek felé, és hogy amögött milyen motivációk vannak, és közben meg nagyon, nagyon nehéz, mert valahol keresztényként szerintem mindennek a kegyelemből kell fakadnia. Ahhoz viszont az kell, hogy napról napra én átérezzem és megéljem a kegyelemnek a mélységét, meg a valóságát, azt, hogy én meg vagyok váltva, és hogy engem Isten váltott meg, és hogy ez ebből fakadóan nekem erre mi a válaszreakcióm. És hogy ezekből a válaszreakciókból jönnek-e a cselekedetek. De hát ez hihetetlenül nehéz a mindennapjaimban az összes apró kis dolgot ennek alárendelni, és szerintem nem is lehet, és szerintem nem is jó, hogyha az ember állandóan ezen stresszel, de szerintem időről időre meg kell ezt, át kell ezt gondolni, és ez így helyre tudja rakni a szívet is, vagy nem tudom, tisztítani tudja a szívet is. De ez az én feladatom, hogy megtisztítsam a szívem? Nem, hát ez egy közös dolog szerintem. Tehát, hogy nekem is nyitottnak kell lenni Istenre, és Isten is munkálkodik az ő lelke által, hogy felhozzon olyan dolgokat, amik nincsenek a helyén esetleg. De amikor felhozza már, akkor mit csinálsz vele?
Hát forgatom is, és próbálok rajta, próbálom Istennek a szűrőjén keresztül ezeket átvinni, és magamével tenni azt, ami aztán kijön, hogy na, ehelyett más kéne, vagy más fele kéne menni. Uh-huh. Én arra próbálok meg nagyon, nagyon vigyázni, hogy ne legyenek felvett dolgok, hanem minden olyan dolog, amin változtatni akarok, azoknak legyen egy olyan alapja, ami így Istenből fakad. Uh-huh. Tiszta szív. Miért mondja az Úr Jézus, hogy azok a boldogok, akik tiszta szívek? Mert ők meglátják az Isten. Nagyon jó volt a válasz. Nekem, ez az ige második fele. Nekem ez rajta van egy kis kavicson, még a kis megtérésem után egy évben megkeresztetelem valaki, mi az én igém. És kettő van, és ez az egyik, hogy ez a legnagyobb motivációm, azt hiszem járni, tiszta szívért kopogtatni, hogy ők meglátják az Istent. Uh-huh. Ez motiváló. Uh-huh. én nagyon szeretem, hogy a Katával sok mindenben hasonlítunk, viszont a módja, hogyan éljük az életünket, az nem teljesen ugyanez, és ez tök jobb, nagyon jól kiegészítjük egymást. Én sokkal kevésbé tudok arra koncentrálni, hogy hogyan hatok kifelé, hogy én azt hiszem, hogy nem vagyok egy túl jó tanítványozó. Bocs, így a mentor program, mentoraként. Okay. Reméljük, ezt nem nézik, akik. A mentoráltam, tudja. Okay. Nagyon jó tudja. De hogy nekem sajnos ilyen vagyok, hogy elég most egyelőre ilyen vagyok, hogy sokkal jobban leköt a saját élményem, meg a saját tapasztalatom, és csak hinni tudok abban, hogy amit megélek, és ami jó és igaz, azt látva mások által az Istenhez vezeti őket. Tehát, hogy nem, engem nagyon frusztrál és görcsössé tesz, és nagyon megfelelővé tesz az, hogyha megfelelési kényszeresé tesz az, hogyha arra koncentrálok, hogy ezt most hogyan kéne csinálni, mert hogyan néz ki kívülről, és akkor... Szóval nem is nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni, hanem igazából én... És remélem, nem vagyok önző ezáltal, de hogy tényleg ebbe próbálok hinni, hogy ha a saját életemet élem Istennel, akkor azt nézve másokat is arra motiválok, illetve a lélek arra motivál, hogy válasszák ők is ezeket az utakat, és hogy jussanak el az Istenhez. Ez egy egészséges gondolkozás. Igen, de szerintem azért egy nagyon jó egyensúlyt kell találni. Igen. Abban, hogy, uh-huh. hogy mennyire van az, hogy te meg akarod találni magadat, megvalósítani uh-huh. magadat, persze belevonva Istent, és azt az életet adni, ami a te ajándékaidat a legjobban használja, ami a te körülményeidet a legjobban használja, és amiben te a legjobban ki tudsz bontakozni, de közben belehozni azt is, hogy de mégis mi az életemnek a célja, és te mégis mi... Itt van pont ez a tiszta szív téma, a Zsoltárokban van az, hogy tiszta szívet teremts bennem Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Miért teremts tiszta szíved bennem? Azért, hogy aztán én képes legyek. Hát ne öncélú legyek. Igen. És ezért is nagyon sokat beszélgetünk tényleg erről, és szerintem tök jó az, hogyha egy ilyen nagyon célorientált dolog összetalálkozik azzal, hogy de mégis az én képem az micsoda. Tehát ez az önismeret, meg az Isten ismeretnek a helyes balansza az, ami szerintem jó dolgokat tud tenni, és a jó helyre tudja, meg a jó irányba tudja terelni az embert. Igen. Uh-huh. Igen, én kicsit olyan vagyunk amúgy Katával, mint egy ilyen jó házasság. és most nem ismétlem el azt a bókot, amit kaptál egy pár hete. De hogy a Kata olyan, hogy ő tudja, hogy merre kell menni, én meg tudom, hogy kell kiszélesíteni ezt az utat. És én most képzőművészet terápiát tanulok a Pécsi Egyetemen, és az alatt jöttem rá arra, hogy egyszerűen nekem nem is fontos az eredmény annyira, hogy én az utat élvezem nagyon, a tapasztalást, hogy egyáltalán nem... Ez zseniális különben, ez azért ritka. De nekem nagyon hiányzik a fej az életemben, tehát hogy ez itt a párkeresés, hogy így
a tényleg, hogy nem is annyira izgat, hogy egy festményből szép lesz-e, vagy igaz lesz-e, vagy pontos lesz-e, vagy egy agyag az hogyan fog kinézni a végére. Nekem az az élmény, ahogyan ő fogja és gyúrja, és egy évvel is gondolkozik, és hogy igen, hogy fókuszt veszítek, mert elmerülök ebben a most, és megéljük, és tapasztalunk irányban. Úgyhogy beléptem egy mentorprogramba, ahol igazából én is mentorált vagyok, mert segítenek fókuszba állítani egy csomó mindent, segítenek célokat kitűzni, és nagyon jó élmény például megélni a mentoráltammal, hogy ahogyan ő is visszakérdez, hogy és neked mik a terveid, meg a céljaid, meg mi az összefüggés a sok-sok szál között az életedben. És hát igen, formálódunk. van egy másik nagyon jó ige, ez a Lukács evangéliumában van, hogy a jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és nem idézem az egészet, mert a szív teljességéből szól a száj. Egy picit, hogyha a szív és a száj kapcsolatáról tudnánk beszélni, vagy esetleg a gondolatokat is bele tudjuk szőni, hogy mit tudtok ti önmagatokról, hogy amikor a szíveddel valamit megérzel, akkor azt hogy tudod kifejezni, vagy hogy nem? Nekem inkább a fordítottál van a gondom, hogy amikor a szám mond valamit, utána a szívemben mi történik. Én nagyon, nagyon nehezen figyelek a számra, és szerintem ez idei évnek lesz egy ilyen formálódása. Mert az első két hónapban, vagy ebben a másfél hónapban, ami most lezelőtt 2017-ből, rengetegszer kaptam magam azon, hogy ahogy beszélek, vagy amit mondok, az bántó, vagy... Nem egyezik meg a szíved állapotával? Hirtelen vagy? Hát, vagy megegyezik. Vagy megegyezik. És szörnyű. De hogy megegyezik. Meg rémisztő az, hogy... Tehát valahol, ugye ha az ember szívében jó dolgok vannak, akkor egyrészt szerintem nehéz is kifejeznünk. A kommunikációs készségünkre azért szorul egy kis tennivaló, vagy ezzel kapcsolatban egy kis tennivaló, tanulnivaló, mert én legalábbis a saját tapasztalatom az, hogy ha jó dolgok is vannak benne, mint amilyen szeretetet érzek valaki felé, azért azt kifejezni a mai világban, az egy komfortzónából való kilépés. Az, hogy odálljak el, és azt mondjam, hogy nagyon hálás vagyok érted, és nagyon szeretem azt, hogy itt vagy az életemben, és szeretem ezt, meg ezt a tulajdonságaidat, holott bent ezt érzem. És nagyon nagy szükség van arra, hogy ezt ki is mondjuk, szerintem ahhoz is, hogy a szívben lévő dolgok azok még jobban megerősödjenek. Tehát kell egy ilyen megfogalmazásra, de közben rossz dolgok meg könnyen kibuknak, és akkor veszük észre azt, hogy ez van a szívemben. Tehát, hogy én is például nagyon sokszor, nagyon hamar reagálok dolgokra, és megbánok esetleg és olyan őszinte megnyilvánulásokat, ami tényleg bennem van. És inkább ezt, hogy hogyan fejezzünk ki dolgokat, és hogyan nem fejezzünk ki dolgokat, és hogyan várjuk meg, hogy a szív meg a szólás az összhangban legyen. Igen. Ennek a problematikája azért ott van az életünkben. Igen. Amúgy érdekes, hogy a dolgok megvallásában tényleg van erő. Tehát az, hogy kimondatnak velünk dolgokat, vagy esküt teszünk, fogadunk dolgokat. Hát vagy az imádság maga. Az imádság, abszolút. Az, hogy a kimondott, a hangos imádság, és hiába azt írja az ige, hogy ne szaporítsuk a szót, meg ott van a mi atyánk, ami tud lenni egy olyan alap imádság, szerintem nagyon fontos az, hogy akár egy órát is, vagy többet is ott ültsünk Isten előtt, és mondjuk azokat ki a dolgokat, amik bennünk vannak, és fogalmazzuk meg. Igen, abszolút. Olyan, mint hogyha egy ilyen a ki nem mondott dolgok, azok így lesöpörhetőek lennének így a tábláról, mert még azt mondja, hogy a szívünkben vannak írva az igazságok, és amikor azok eljutnak ideig, és kijönnek, és még akkor is, hogyha csak az Isten hallja, nincs emberi fül, még akkor is olyan, mintha azok át lennének vésve, és egyre mélyebb és mélyebbek lennének. És valószínűleg tartom, hogyha többször mondanánk az embereknek, hogy mennyire szeretjük őket, és hogy miért vagyunk hálások, akkor sokkal többet foglalkoznánk ezzel a témával, és hogy sokkal automatikusabban jönne fel másokkal kapcsolatban is. Igen. Ez egy jó célkitűzés. Igen, nagyon jó téma szerintem a szív és a szájnak a kapcsolata. Igen.
Ami még nekem eszembe jutott, és amiről lehet, hogy akarsz róla beszélni, amiről nem beszéltünk, az az, hogy az agy, az hogy jön ide, vagy az értelem, az hogy jön ide. Mert hogy beszélünk itt a szívről, beszélünk a szájról, de hogy valahol a szív az azért nem mindig kontrollálható úgy, ahogy, vagy azért az ott nincs egyedül, és szerintem mindenki tud olyan példát hozni az életéből, amikor észre már tudja a dolgokat, de a szíve még mindig nincs ott. Nekem hihetetlenül sok olyan dolog van, amikor az van, hogy abban az állapotban vagyok, és ezt el kell, hogy fogadjam, meg így le kell tennem Isten elé, hogy én ezt értem, napról napra át tudom gondolni, szerintem is megvan a jó irány, de a szívemmel még nem tudom ezt követni, vagy a szívemben még nem tudom ezt őszintén átvinni. És akkor ez a tipikus, hogy akkor még a fejtől lejut a szívig, az akár éves munka is lehet bizonyos dolgok. Csak így hirtelen beugrott, hogy azért ez is ilyen nagyon nagy közrejátszó. Igen, ebben vagyunk fordítottak, tudod, hogy nekem kevés dolog van olyan az agyamban, ami a szívemben nincs, úgyhogy igen. A bevezetőben mondtam azt az igét is az 1 János 3-ból, amikor a szívünk vádol. Igazából mikor vádol a szív? Hogy tudjátok ezt megfogalmazni? Amikor sérült, megsérülünk, keserűség van benne, vagy hogy vádol a szív, és akkor utána majd felolvasom az igét is, jó, mert ez nagyon klassz, és ott van a végén egy nagyon jó biztatás. Vádol. Nem éreztetek kicsit... még ilyet? Kárhoztat. Vannak benne vádlások, hogy ezt nem jól csináltad. Tehát igazából pont talán, mintha ellenünk dolgozna a saját szívünk, nem? Van ilyen? Volt ilyen érzésetek? Vagy most gondoljuk át akkor? Igen, a kárhoztatások nehezen, kicsit nehezebben tudok reflektálni. Mert ez nem a te palettád. De hát kárhoztatom magamat, de nem a szívem kárhoztat, hanem... De a szíveden keresztül jön ez. De ez nem az Istentől jön. Ez, a... ez biztos, hogy nem. Aha. Igen. Aha. Tehát az ige is erről szól, hogy nem az Isten kárhoztat? Aha. Nem. Uh-huh. Ha nem a saját? Ja, hát arra tudok reflektálni. Na, hát... Én akkor felolvasom, jó? Még egyszer ezt az igét. Ez az 1 Jánosban van megírva a 3. rész, és megjelöltem, hogy ne kelljen itt keresgélni. Azt mondja, hogy így nyugtathatjuk meg a szívünket Isten előtt még akkor is, ha vádol bennünket a lelkiismeretünk. Még akkor is megnyugtathatjuk, azt mondja, hiszen... Isten sokkal hatalmasabb, mint a lelkiismeretünk, és mindent jól lát. Tehát én ezt így értelmezem, de nem én akarom megmagyarázni. Mit gondoltok elfelől, hogy amikor a saját szívünk elkezd vádolni bennünket, és akkor itt azt mondja, hogy de az Isten fölötte van a mi szívünknek, a lelkiismeretünknek, és itt jön be az a kegyelem, amiről Kata beszélt, hogy ő akkor is jön, és megvigasztalja a mi szívünket, stb. Stb. Tudtok valamilyen módon ehhez kapcsolódni? Igen. Szerintem azzal van a bajunk, hogy a szívhez kötjük ezt. Aha. Ez a lelkiismeret. És, igen, de megint ez a szív, a lelkiismeret, a Szentlélek hogy van akkor ebben az egészben. Uh-huh. Ez nehéz. Amit tudok, amit el tudok mondani, az, hogy én nagyon sokszor én önmagammal szemben állítok elvárásokat, és az nem egy Istentől jövő elvárás, hanem magamat marcangolom, és annak akarok megfelelni, és azok nem mindig a jó megfelelési pontok. Ezt én megélem, de hogy ez a szívvádlása-e, azt nem tudom. Hallani. Aha. Enikő? Igen, bennem, ami így a legnagyobb küzdelem, az a... Nekem is a megfelelés, de inkább ez a, annak az élménye, hogy elég vagyok, hogy megfelelek, hogy egyszerűen hogy azt elhinni, hogy ha nem csinálnék semmit a következő 100 évben, akkor is ugyanúgy vagyok szeretve. És elfogadva. Most ebben eljátszom ezzel a gondolattal, kicsit fáradt vagyok, hogy mi lenne, hogyha így kivonulnék egy évre, hogy el tudnám-e viselni azt a gondolatot, hogy ha én nem teszek le semmit az asztalra, akkor az Isten pontosan ugyanúgy szeret. Uh-huh.
És, tehát ez az Isten szíve akkor, mert az előbb erről is egy picit beszéltünk. Igen. Uh-huh. És azt hiszem, hogy ami ilyenkor vádolna, az az, amiről az ige szól. Ebben, hogyha mondjuk ebben az egy évben feljönnének bennem, már pedig feljönnének bennem ilyen kényszeres dolgok, hogy de hát te semmire kellő vagy, te életművész, te agyatlan, töketlen és egyéb ilyen dolgok. És hogy ez... Talán ez a szívnek az a vádlása, ami nem a kegyelemben él, vagy nem a megváltásban. Én kicsit úgy is értelmezem ezt az igét amúgy, vagy nem biztos, hogy ezt az igét, csak az Isten szívében azért van fenyítés, meg van benne. Ő egy tökéletes apa, aki igenis meg tud pofozni. Még az én apukám van, de hogy azt gondolom, hogy az Isten megfosztjuk a mindenhatóságától és a tökéletességétől, hogyha azt mondjuk, hogy ő nem tud szigorú lenni, és nem tud elvenni dolgokat. Tehát én egy gyerek vagyok, és nagyon örülök, hogy ő nagyobb nálam. A Tapolyai Emőke mondta ezt egyszer, és nagyon, nagyon belém égett. Egy imában köszönte meg Istennek azt, hogy ő nem értheti meg őt. Mert ez azt jelenti, hogy sokkal-sokkal hatalmasabb. És nekem ez nagyon, nagyon beégett, mert nem szeretem azt, amit nem értek, és ami hatalmasabb. Viszont az Isten az egyetlen, akinél kifejezetten tudok ennek örülni, hogy annyi minden van, amit nem értek, és ami nagyon aggaszt, és hogy annyira örülök, hogy ő viszont igen. Sőt, hogy ő tökéletesen jó. És emiatt én tudok vele kapcsolódni, és tudok benne bízni. Uh-huh. És amikor ő vádol, és megfenyít, az azt jelenti, hogy ő helyes útra terelget engem. És ez kegyelem. De vádol az Isten valamiért is? Szerintem ez azért nehéz, mert szavakhoz kapaszkodunk, és nem ahhoz, amit mindenki tudja, hogy az Isten... Én érzi, fegyelmez. Szerintem. Az Isten fegyelmez. Igen. És ennek vannak határai. Szerintem ez az apa kép, ez nagyon jó. Tehát, hogyha egy szülő-gyerek viszonyra gondolunk, akkor nem mindig édességet adunk a gyerekünknek, hanem annak ellenére, hogy ő kéri. Sóskát. Hanem nagyon sokszor megvonjuk tőle ezt. És azért ezt a vetületét is Istennek bele kell vonni ebben. A másik, ami nekem eszembe jutott, egy nagyon jó példa, pont a szüleimmel való kapcsolatból, az, hogy nekem édesanyám volt ez, aki azért nagyon sokszor nagyon megfegyelmezett minket, viszont nagyon sok olyan szituáció volt, abból eredendően, hogy azért jól voltunk nevelve, hogy én állandóan, ha valami nem úgy sikerült, ahogy akartam, vagy valamit elrontottam, és azért ő mérges is volt eléggé, de én úgy jöttem elé, hogy vádoltam magamat, és elmondtam, hogy hogy azért látta rajtam, hogy én azért már magamat eléggé megbüntettem, úgymond, akkor mindig ezt mondta, és mai napig bennem van, hogy Katuskám, ennyi bajod legyen az életben. Mm. És ez a tipikus ilyen kegyelem példa is, amikor megtértem, akkor nagyon, nagyon sokszor ehhez így visszatértem, hogy annak ellenére, hogy neki fájdalmat okoztam, annak ellenére, tehát hogy van egy ilyen istenkép, amikor azt mondja, hogy ennyi bajod legyen, én itt vagyok a mindenhatóságommal, azzal, hogy tényleg bármiért én felelősséget vállalok, és közben ott vagyok akkor is, amikor viszont igenis el kell tőled venni dolgokat, vagy igenis fájdalmat kell, hogy engedjek az életedben azért, mert tudom, hogy merre kell menjél, uh-huh. és hogy miken kell végigmenned. És ez szeretet. Aha, azt írja a Zsoltáros, hogy közel van a megtört szívűekhez. Mm. Ez valami gyönyörű, nem? Mert azért a szívünk sokszor megtörik. Hát és van is mi fölött megtörnie, tehát hogyha nem is a mi szívünk törik össze személyesen valamilyen ilyen B2B dologban, akkor is... Excel-a rendezvényt, igen. Akkor is, tehát akár csak nézve a világot, nézve a bűnt, mindenen megtörhet a szívünk igazából. Igen, és nekem kicsit ez is a problémám ezzel az igével, hogy közel van a megtört szívekhez, és ezért hajlamosak vagyunk nagyon panaszkodó életmódra átmenni. Mert ez azt jelenteni, hogy megvan törve a szívem, szóval igen, és de valahol meg igaz, hát minden ember, hogyha most visszagondolunk azért azokra az időszakokra, amikor mélyebben vagyunk,
ott könnyebb megélni egy Istenhez való ragaszkodást, és az, hogy tényleg Isten elé vigyek dolgokat, mint amikor minden jó, de közben meg valahol ennek van egy ilyen vetülete is, amit az Enikő mond, hogy nekünk nem csak a saját dolgainkban kell, hogy megtörjön a szívünk, hanem azon, hogy azonosulunk azzal, ahogyan Isten látja a világot. Azonosulunk Isten céljaival, és azonosulunk Isten személyével. És azzal, hogy azonosulunk Isten személyével, azzal átformálódunk az ő képére, azzal, hogy azonosulunk a céljaival, azzal pedig azok a dolgok fognak fájni, és azokért a dolgokért fog a szívünk megtörni, amikért neki. És szerintem jó azért ezt az igét innen is nézni, és nem csak onnan, hogy nekem most ez a problémám, és ezzel küszködök, és ezt Istenem, ezt előd viszem, és hogyan változom meg, és a többi. Uh-huh. És ebből kérjek, vagy ehhez elkérjek erőt. Igen, és erre nagyon reflektál nekem az, amit említettem, amikor Jézus sírt, hogy nagyon érdekes, hogy felvetjük azt a perspektívát, és Jézus is felvette volna azt a perspektívát, hogy időn felül látja Jézus halálát, vagy kinek halálát? Lázár halálát. Lázár, okay. és hogy azt mondja, hogy fel fog támadni, mert én tudom, és amúgy is megtehetem, tehát oda rohanok hozzá, és feltámasztom. De nem ezt teszi, hanem megtörik a bűnös világ valósága felett, és azt mondja, hogy a halál az egy létező dolog, és hogy a betegségnek, a bűnnek, annak az a következménye, hogy meghal, a környezete pedig gyászol és sír, és ahogy ebben közösséget vállal, nekem ez az, ami leginkább felhozza valahol az Istennek azt a perspektíváját, amit a mi életünkre is akar adni és kér. Uh-huh. Hát meg körülöttünk lévő emberek, hányan depressziósak, nem tudom, hogy a ti baráti körötökből hányan. Ez mi is fél lábbal egy csomószor benne. De így. Aha, de te legalább tudod, hogy tudsz kijönni belőle, de aki nem tudja, hogy tud kijönni belőle, akkor ott vagy mellette, és azért a jó pillanataidban tud segíteni, igaz? Hát igyekszem. Tehát erről szól igazából. Két sánta húzza egymást, néha ilyenek vagyunk, de... Aha. De igen. Uh-huh. És ez a másik dolog, hogy a kapcsolat, a kapcsolódás, amit én kaptam nagyon erősen az Istentől, az a kapcsolódásnak a lehetősége egymáshoz. Előtte is voltak barátaim, meg előtte is működtek ezek a dolgok, de hogy egy olyan, azt gondolom, hogy az Istenben egy olyan ajándékunk van, tényleg ez a testvériség, meg a közösség, amire nem figyelni, és nem ráállni, és nem használni, és nem élni, az egy nagyon nagy mulasztás. Mm. Ezt most nem tudom, hogy kapcsoltam ide, de el szerettem volna mondani, mint egy jó reklám. Mm-hmm. Ja, igen, ez nagyon jó reklám, hogyha van. Kapcsoltok be! Igen, kapcsolódjunk. Neked ehhez még van valami esetleg? Tökéletesen. Hát még az Isten kapcsolatot tudom belehozni, de hogy annyi, hogy nekem a megtérés az azt hozta, hogy tényleg én akkor éreztem magam egy hosszú folyamat után ott, hogy azt mondtam, hogy én megtértem, amikor azt ki tudtam mondani, hogy én soha többet nem leszek Isten nélkül. És a mai napig, hosszú évek után azért, most már 8, lassan 10 éve, nem volt olyan, hogy megkérdőjeztem volna azt, hogy Isten nincs ott. Hát biztosak vagyunk az ő jelenlétében. Nagyon szépen köszönöm ezt az egy órát nektek. Izgalmas volt. Nagyon jó volt, és köszönöm szépen a tévénézőknek is, hogy bennünket választottak. Azt gondolom, hogy ez a szív téma, ez nagyon-nagyon mély, és éppen csak belecsíptünk dolgokba, de hadd fejezem be egy nagyon gyönyörű igével, amit a Zsoltárok 37. rész 4. vers mond, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Legyen ez egy cél az életünkbe, kívánom ezt önöknek is. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottak. Isten áldja önöket, viszontlátásra! Thank you.